A Momentum küldött gyűlése felhatalmazta a párt elnökségét, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon az ellenzéki pártokkal közös listát állítson. Fekete Győr András kijelentette, 2022 nem egyszerű kormányváltást, hanem valódi korszakváltást fog jelenteni. A stúdióban a Momentum elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez a hétvégi döntéssorozat, ugye ott azért több döntést meg kellett hozni ahhoz, hogy végül legyen egy nagy közös döntés arról, hogy legyen közös lista a végén. Ez egy nagyon nehéz döntés volt a Momentum számára? Bennem pártelnökként ez a döntés, ez már nyár vége felé megfogalmazódott, de még a közösségen belül erről vita volt. Ahogy önöknél is a tévében ugye sok érv ütközött, hogy több listán lehet, hogy több szavazót lehet bevonzani az ellenzéki együttműködésbe, mint egy közös listán, de szerintem az a legegyszerűbb képlet mindannyiunk számára, hogyha egy jelölt, egy miniszterelnök jelölt, egy lista, egy program. És nagyon könnyen átment végül a Momentum. Jó, küldött gyűlésen, ez így könnyű volt. Úgyhogy ez könnyű volt. Mennyire lesz nehéz, hogy odaig eljussanak, hogy egy miniszterelnök jelölttől a 106 egy országgyűlési jelöltig meglegyen mindenki? Ugye azért az nem egy normális demokratikus állapot, hogy maga a választási rendszer nagyon sok pártot azt egy tömbbe szorít bele. Mi egy olyan országban szeretnénk élni, és abban hiszünk, ahol a demokrácia sokszínűségről szól, ahol sok különböző választópolgár van, sok nézet van, és őket különböző pártok képviselik. És ez egy abnormális helyzet. És ezt szeretnénk az előválasztások rendszerével megadni az ellenzéki választóknak, hogy ott bele tudjanak szólni abba, hogy kik képviselnek és mit képviselnek majd a 2022-es korszakváltást követően. És mi amellett fogunk érvelni, hogy legyen az egyéni választókerületekben is előválasztás, a miniszterelnök jelöltről is, és a pártokról is legyen előválasztás. Minden választókerületben előválasztást szeretnének? Ugye a 106 miközben szerintem arról volt szó, hogy csak azokban érdemes, ahol nem látható előre. Hogy így van, ez még nem dőlt el, de szerintem az a legtisztább mindenki számára, és itt főleg a civilekre gondolok, akik nem tartoznak egyik párthoz sem, hogyha mindenhol kinyitjuk a kapukat a demokratikus folyamatok előtt, és egyik választókerületet sem hagyjuk az útszélén. Úgyhogy ez még nem eldöntött, de én most nagyon afelé hajlok, hogy legyen minél demokratikusabb ez a rendszer. Azt látom, hogy a Fidesznek is ez a szándéka, hogy mindenhol egy jelöltel álljanak ők szemben. Ez a Fidesznek, de úgy tűnik. Aztán majd jönnek azok a kicsik, akik nem ehhez a tömbhöz tartoznak, és majd zavarnak, vagy nem zavarnak, ez egy másik kérdés, kamupártok, vagy csak kispártok, ezt meg még egyelőre nem lehet tudni. De arra akarják rá kényszeríteni az ellenzéket, hogy a nagyok, úgymond a nagy pártok, tehát ez a 6 párt egy listán szerepeljen. Ez miért jó a Fidesznek? Amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére, vagy én nem tudom, milyen más logikát követhettek. A Fidesz el fogja veszíteni ezt a választást úgy, hogy egy-az-egy elleni küzdelemről van szó, ezt az önkormányzati választások bebizonyították, ez semennyire sem éri meg nekik. Rossz helyzetbe hoznak néhány kisebb pártot, mondjuk a kutyapártot, akiknek nyilván ez egy kihívás lesz ez a választás természetesen, de én egy olyan nemzetéknek a szülöttje vagyok, akinek folyamatos változásban kellett felnőnie, és mindig alkalmazkodni kell mindenhez. Úgyhogy én azért nem szeretnék a Fideszről beszélni választás technikailag, mert módosíthatnak, amit szeretnének, de mi ehhez alkalmazkodni fogunk, és látva azokat a botrányokat, amikbe a Fidesz belecsúszik, most már napról napra Demeter Szilárdra gondolok, vagy éppen a mai botrányra Szájer Józseffel kapcsolatban, ennek a kormányzásnak, ennek a rendszernek vége lesz 22-ben. Tök mindegy. Mert hogy ezek a botrányok, ezek összefüggnek a kormányzás mikéntjével és minőségével? Tehát nem lehet az, hogy ugye Tamás Gesper Miklóssal beszélgettem a reklám előtt, és arról próbált meggyőzni, hogy a Szájer ügy az magánügy. Arról azért nem akar beszélni, mert mi közünk hozzá. Nem értek egyet. Nem értek egyet, ez közügy. Honnan is fogjam meg? Én nagyon, és itt szeretnék nem ingerült lenni, tehát én nagyon nem szeretem azt a tulajdonságot, amikor valaki álszent, amikor valaki képmutató, amikor valaki bort iszik és vizet prédikál. Szerintem a tévénézők is, meg a választók is egy olyan politikai vezetésre vágynak, akik ugyanazt, tehát amilyen értékeket vallanak, és amilyen elvek mentén a politikájukat csinálják, az az ő valós identitásuk, és amentén cselekszenek a magánéletükben. A Fidesz ebben az esetben mit csinál? Ugye papola család szentségéről, homoszexuálisok ellen uszít. Most kiderült, hogy 25 mesztelen férfi volt ebben a lakásban. Egyébként évtizedek óta lehet tudni. Bár volt, ami vagy bár évtizedek volt. Óta lehet tudni, hogy Szájer József homoszexuális politikus. És
Ez gondolom Ezt ki fog. ön így kimeri jelenteni? Ezt azok a politikai, újságírói, véleményformálói körök elég jól ismerik ezt az információt, akik kapcsolatban Hát vannak a ez nyilvánosan, politikával. ha jól emlékszem, egy darab Terry Black által megjelölt bírósági tárgyaláson elmondott vallomásban hangzott el, ahol ő felsorolt boldog-boldogtalant, hogy szerinte nekik nincs miért mutogatni másokra, mert ők maguk is. Az És lehet. ebben a névsorban szerepelt Szájer József neve is. Így van, meg most a bizonyítékok is efelé mutatnak, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy olyan emberről van szó, aki egyébként a Fidesznek a keresztény konzervatív alaptörvényét szövegezte meg, ami markánsan melegellenes például. Egy olyan pártról van szó, aki folyamatosan a különböző drogokkal szemben lép fel egyébként, és nagyon sok tekintetben helyesen, és a egyik legfontosabb politikusa droggal a hátizsákjában mászik le az ereszen, és menekül a rendőrök elől a járványidőszak kellős közepén. Hát, hogy Szóval ez nem magánügy, hanem ez hogy közügy. homoszexuális vagy sem, az nem tartozik a Az nyilvánosságra, nem azt tartozik gondolom. A Az az ő nyilvánosságra. magánélete Az nem valóban. tartozik a nyilvánosságra, szerintem egy politikusnak a hitelessége az egyik legfontosabb értéke. Ha egy olyan pártban veszek részt, ami egyébként a melegek ellen uszít már évek óta, és én magam egy meleg politikus vagyok, akkor nem tudok tükörbe nézni. Ha pedig tudok, akkor köpjem magamat szembe. Tehát, hogy nekem, én abból indulok, hogy egy politikus az legyen önazonos magával. És Szájer József ebből a szempontból megbukott, de nagyon sok más fideszes politikusról is ez a hír járja egyébként. Ezek majd szépen ki fognak derülni, és neki kell elszámolni a saját lelkiismeretükkel. Tehát ez már nem a mi dolgunk valóban. A drognak a birtoklása, igen, a járvány szabályok megsértése egy vezető politikus által, igen, és még lehetne sorolni a sort. Én azt gondolom, hogy ennek nem volt joga a saját vélekedését kijelentő módban valakinek a szexuális beállítódásáról megjelölni egy élő adásban, de ezt nem nekem kell megítélni ezt valószínűleg végső soron. Igen. Mi következik abból, amit lát Demeter Szilárdostól, Kaleta Gáborostól, Borkai Zsoltostól, Szájer Józsefestől ebben a politizálásban? Én abban reménykedem, hogy a fideszes polgártársaink, vagy kormánypárti szavazópolgártársaink nézik ezeket a híreket, és itt ez annyira abszurd és tragikomikus sok tekintetben, ami történt például Brüsszelben, hogy szerintem ez el fog jutni rengeteg emberhez, sok millió emberhez. És akkor azt látja az egyszeri fideszes választó is, hogy engem a párt, amiben hittem, az folyamatosan becsapott. Ott volt Borkai Zsolt, ott volt Kaleta Gábor, ugye a pedofil fotókkal, és az jön le a választó előtt, hogy ez a Fidesz nevezetű párt, ez az ellentétjét csinálja annak, amiről prédikál. Tehát Orbán Viktor is miről prédikál? Arról, hogy van 600 ezer forintnyi megtakarítása, miközben magánrepülőgépekkel utazgat, és a 60 pusztai kastélyában él. És ezt látjuk mindenhol. A gyermekvédelemről papolnak, és aztán ott van Kaleta Gábor, akinek az ügyét azt eltusolják. A polgármester Borka ugye arról beszél, hogy a család szentsége mennyire fontos, ki van írva a választási plakátjára, aztán ott van prostituáltakkal egy adriai luxusjachton, amit lopott pénzből vettek. Ezek a puzzle darabok, ezek összeállnak egy idő után a választó fejében, és én bízom benne, hogy úgy zavarják el ezt a kormányt, ahogy annak rendje, módja van. És végre mindenki egy normális, becsületes, tisztességes politikai vezetése vágyik. És ez az, amit mi az ellenzéki partnereinkkel meg fogunk adni. Hát ebben a reményben azért még egy mondatot engedje meg, a 60 pusztai kastély kapcsán sem tudjuk, hogy az Orbán Viktor tulajdona-e. Tehát úgy látszik, hogy nekem most az jut, hogy bizonyos mondatait árnyaljam. Azért ezt is ennyiből meg kellett tennem, azt gondolom, mert ez így kerek. Az Orbán családhoz tartozik, és akkor így kerek az egész. Így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.